Jó estét kívánok a Kaleidoszkóp című kulturális magazinunk nézőinek. Mai műsorunkban három témát kínálunk, nézzük a tartalmat. Vasárnap gyújtjuk meg az első adventi gyertyát. Az újvárostéri általános iskola diákjai voltak az ómék vendégei. 40 éves fennállását ünnepelte a Bojki Tamás általános iskola. Az advent szó jelentése eljövetel. A keresztény vallás szerint pontosan meghatározott napon kezdődik, és 4 hétig tart, magába foglalva 4 vasárnapot. Az első gyertyát hétvégén gyújtjuk meg, elkezdődik a várakozás időszaka. Hogy decemberben milyen vallási szokásokat ismerünk, mi a története az adventi koszorúnak és a karácsonyfának, többek között ezt meséli el Darvainé Vince Tíme, a múzeum pedagógus. Vasárnap, december 3-án lesz advent első napja ebben az évben. Ugye minden évben november 27 és december 3 között van az adventi időszak kezdete. Ez a karácsonyt megelőző 4 hét, amely a lelki, érzelmi és fizikai felkészüléssel zajlik, hiszen fizikailag is készülünk az ünnepre azzal, hogy gyönyörűen kitakarítjuk a házat, rendet csinálunk, feldíszítjük az otthonunkat, tulajdonképpen a várakozást fizikai formában is megjelenítjük, valamint érzelmi, lelki szinten is készülünk, hiszen várjuk a megváltó megszületését, akik pedig nem vallásosak, azok pedig várják azt a lehetőséget, amikor a család együtt van, amikor szeretetben, boldogságban és lehetőleg békességben ünnepelhetnek együtt. Ugye az adventi 4 hét az erről szól, minden hétvégén, minden vasárnap egy-egy gyertya kerül az adventi koszorúra. De honnét is származik az adventi koszorú? Ugye nem olyan fiatal, mint amilyennek gondoljuk, hiszen 1838-ban készítette egy német evangélikus lelkész először az adventi koszorút egy árvaházban az árva gyerekeknek. Most ez nem olyan koszorú volt, mint a maiak, hanem egy hatalmas nagy szekér kerék. Ugye minden napra volt egy piros gyertya, vasárnapokra pedig egy-egy fehér gyertya, és minden egyes nappal ugye többet kellett meggyújtani, hivatva ezt jelképezni azt, hogy egyre inkább nő a fény, ahogy közeledünk Jézus születéséhez. Későbbiekben ezt a koszorút egyébként ugye lekicsinyítették, zöldágakkal, örökzöldekkel, babérral, fenyővel bevonták, és akkor már lecsökkent a gyertyák száma 4-re. Protestáns területeken piros gyertyákat használtak, egyébként pedig hagyományosan a katolikus liturgia szerint lila és rózsaszín gyertyákat, ugye az első hétvégén lilát, a második hétvégén is, a harmadikon rózsaszint, és a negyediken ismét lilát, hiszen ezek a hitet, a reményt, a szeretetet és az örömöt hivatottak jelképezni, amivel minden egyes alkalommal egyre közelebb és közelebb kerülünk a karácsony szent estéjéhez, illetve magához, ehhez az ünnephez. Másik nagy jelképe a karácsonynak a karácsonyfa. A karácsonyfa még régebbi időszakból származik, mint az adventi koszorú, hiszen már az ókorban is nagy jelentőséget tulajdonítottak az örökzöld ágaknak, igaz, akkor még nem fa formájában, hanem ágak formájában díszítették az otthonokat vele ebben az időszakban, mégpedig rontás, illetve baj elűző okból kifolyólag, mert hogy az örök zöldág, ugye az örök élet, az erő és a rossz elleni védelemnek a szimbóluma volt mindig. Maga a karácsonyhoz kapcsolódó örök zöldág az 1500-as években indult úgymond pályafutására, akkor kezdtek fenyőgaljakat, fenyőágakat földíszíteni papírdíszekkel, süteményekkel, dióval, almával, gyertyával, ugye, hiszen a gyertya az nagyon jelentős szimbólum ebben az esetben, hiszen az is a fényhez kötődik, és ugye a fény fontosságát hangsúlyozza.
illetve a megváltó szerepét, hiszen ő mindnyájunk világossága, és ebből az ágból lett a későbbiek folyamán maga a karácsonyfa, ugye egyre nagyobb ágakat használtak, végül az 1800-as években már főúri körökben kedvelté vált magának a karácsonyfának a használata, természetesen egyszerűbb díszítésekkel, mint amilyeneket manapság, vagy akár még egy 20-30 évvel ezelőtt is ismertünk volna. Érdekesség, hogy 1860-ban, amikor Erzsébet királyné Madeirán gyógykezeltette magát, Ferenc József császár oda is küldött neki egy feldíszített, felöltöztetett karácsonyfát karácsony estére. A magyar hagyományban, általánosan, a paraszti világban is 1930-as, 40-es években terjedtek el maguk a karácsonyfák, amelyeket már ugye díszítettek és gyertyával láttak el, és onnantól kezdve ugye töretlen a népszerűsége, egyre többféle divatnak megfelelő díszítést kap, de ugye a hagyományos díszek azért elsősorban az üvegalma, a gyertya, amit manapság már azért nagyon kevesen használnak, hiszen az elektromos füzérek átvették a helyét, de igazán aki tartja a hagyományt, az gyertyákat is tesz fel a fenyőfára, bár baleset veszélyes, de hát erre oda kell figyelni, és akkor nincsen probléma. Még nagyon fontos megemlíteni a különböző díszeknek és a koszorú elemeknek a jelképes feladatát, hogy milyen szimbólumokat tartalmaznak ezek. Ugye eleve az adventi koszorú kör alakú, ez magának Istennek a végtelen szeretetét jelképezi. Ugye a piros szalagok, azok általában a bűnbeesés, bűnbocsánat kérdéskörére utalnak. A piros bogyódíszek, azok a megváltó vérét jelképezik. Az örökzöld növények, azok ugye a feltámadást, az új életet, ugyanúgy, mint ahogy a fenyőtobozok is. Tehát a fenyőtobozoknak kifejezetten a feltámadás jelképrendszerében van szerepe. Illetve nagyon fontos még a fagyöngy. A fagyöngy az eredetileg ugye a rontás, a rossz, a baj, a félelem, a sötét ellen védett, illetve a szeretetet, a ragaszkodást, a boldogságot erősítette, hiszen a hagyomány szerint ugye egy szerelmes pár fagyöngy alatt megcsókolja egymást, akkor biztos, hogy a szerelmük sosem fog véget érni, életük végéig tart. És van még egy nagyon érdekes, ami szintén úgymond fiatalnak tekinthető, az adventi naptár. Ugye az utóbbi 10-20 évben lett nagyon nagy divat itthon is hazánkban, holott már az 1900-as évek elején ez létezett, mégpedig egy német édesanyjának köszönhetőleg, akinek a kisfia annyira türelmetlenül várta a karácsonyt, hogy ki kellett találni valamit, hogy lekösse azt a fiatalembert, illetve hogy egy kicsit türelemre intse, és egy papírlapot beosztott 24 részre az anyuka, és minden egyes kis ablakocskába vagy cukrot, vagy csokoládét tett, és ez a bizonyos kisfiú minden nap elvehetett ebből egyet. Na most, amikor ez a fiatalember felnőtt, akkor tovább gondolta ezt a dolgot, és alapított egy üzleti vállalkozást, és elkezdte gyakorlatilag üzletként, üzleti formában gyártani ezeket az adventi kalendáriumokat, amelyek elterjedtek gyakorlatilag az egész világon. Az adventi időszak, ugye mivel a várakozásról szól, a fény megszületéséről, a megváltó megszületéséről, nagyon fontos szabályokat tartalmazott régen. Ma már egy kicsit ugye ezek a szabályok enyhültek, de például a húsvéthoz hasonló böjtöt kellett tartani, ha nem is minden napon, hanem szerdánként és péntekenként volt teljes böjt, szombaton pedig csak húsevési tilalom. Ma már ezt nem szokták tartani, csak ugye a szentestei böjtöt, amikor ugye nem ehetünk húst, hiszen akkor van, még a várakozás zajlik, és az esti nagymise után már szabad a terített asztalnak nekiesni, és finomakat enni a családdal együtt. Nagyon szigorúan vették egyébként nem csak a táplálkozásban a böjtöt, hanem az életmódban, az életvitelben is, mert erre az időszakra nem eshettek mulatságok, nem eshettek bálok, lakodalmat sem lehetett tartani, nem lehetett nagyobb zenét
produkálni, nem lehetett énekelgetni még egymás között sem, rokonok, ismerősök között sem, sőt, a kocsmában csak az utazókat szolgálták ki. Tehát még a kocsmákban is nagyon-nagyon szigorúan vették ezeket a szabályokat. Ezek ugye egy idő után megszűntek, illetve föllazultak, most már nem tartják ezeket, ugye a 24. szentesti böjt kivételével, illetve hústilalom kivételével. Segített egyébként ez a lemondás időszak arra, hogy belülről viszont elkezdjenek az emberek gazdagodni, és elkezdjenek belső életet élni, és lelkileg, érzelmekben, erkölcsileg is egy kicsit ráhangolódni az ünnepre, ráhangolódni arra, hogy el fog jönni az a nap, amikor a fény győz, amikor a sötét, a hosszú sötét napok, a sötét éjszakák, a sötét gondolatok átváltanak a fény, illetve a szeretet irányába, és egyre-egyre hosszabb lesz az az időszak, amikor már a fény győzedelmeskedik. És kívánom, hogy ez az adventi időszak mindenkinek szeretetben, békességben teljen, megfelelő ráhangolódással, a család körében, a szerettek körében, és legyen nagyon szép, békés, boldog karácsonyi ünnepünk. Az Ómék intézményeinek működésébe nyerhettek betekintést az Újvárostéri Általános Iskola diákjai pályaorientációs nap keretében. Több mint 70 tanuló vett részt a programon. Az egyik csoport a múzeum, az olvasó és a légóz, míg a másik az Ózdi Városi Televízió szerkesztőségének épületét járta be. A fiatalok képet kaptak a különböző szakmák rejtelmeiről, emellett pedig akár híradós bemondóként is kipróbálhatták magukat. Kíváncsian érkeznek az Ózdi Muzeális Gyűjtemény és Gyártörténeti Emlékpark épületébe a gyerekek. Farkas Péter Barnabás múzeumi ágazatvezető köszöntötte a résztvevőket, aki ismertette a múzeum kialakulásának történetét, valamint hangsúlyozta, milyen gyűjtőmunka előzi meg egy-egy tárlat létrejöttét. Egyrészt a gyárból leselejtezett, illetve már használaton kívüli, viszont meghatározó és technikatörténeti szempontból nagyon értékes és érdekes műtárgyak, eszközök, felszerelések, munkavédelmi ruházat és különböző gépek és azok darabjai kerültek be ezen épület falai közé. Ezt követően a tanulók a vadászati kiállítást tekintették meg, majd Darvainé Vince Téme a múzeumpedagógus a tárlatvezető személyének szerepéről, illetve az intézményben zajló múzeumpedagógiai foglalkozásokról beszélt. A múzeumból az olvasóba vezetett a diákok útja, ahol Dobos Adrián közművelődési szakember kalauzolta végig a vendégeket az épületben. Az állandó kiállításon a tanulók érdeklődve próbálták ki a korabeli színházszékeket, valamint a vetítőt, de egy régi trombita és zongora is elnyerte tetszésüket. Egy másik diákcsoport már az Ózdi Városi Televízió helyiségeit veszi szemügyre. 1996 óta minden évben november 21-én ünnepeljük a televíziózás világnapját, így a téma aktualitása különösen adott volt. Az Ómék Ózdi Művelődési és Kommunikációs Kft.-nek több ágazata is van, és ezen a pályaorientációs napon meg tudjuk mutatni a múzeumi tevékenységet, amihez a légózd is hozzátartozik. Ellátogatnak a gyerekek az olvasóba is, ahol a programszervezéssel és a műszaki munkálatokkal is megismerkedhetnek, és itt a televízióban pedig a televíziózás mindennapjaival. Én azt gondolom, hogy aki ide eljön gyermek, az választhat, hiszen a paletta széles, bármelyik területről magának jövőbeli szakmát, és hát reménykedünk is abban, hogy lesz majd olyan gyermek, aki később a munkatársunk lesz. A diákok megtekintették a televíziós műsorkészítés egyes állomásait. Szétnéztek a szerkesztőségben, illetve a vezérlőhelyiséget is szemügyre vették. A legizgalmasabb helyszínnek a stúdió bizonyult, ahol közös munkára is invitáltuk a tanulókat. A gyerekek már nagyon régóta izgatottan várták, hogy eljöjjenek az Ózdi Városi Televízióba. Már nagyon régóta készültek arra, hogy betekintsenek a kulisszák mögé, hogy hogyan is készül a híradó, valamint különböző magazinok itt a televízióban. Én úgy látom, hogy ők nagyon élvezik, szerintem nem is szégyellősek, nincs is ezzel probléma. Mindenki igyekszik kipróbálni magát a különböző díszletek mögött. A fiatalok az Ózdi Krónikában, valamint Háttér című magazinunkban válhattak egy kis időre műsorvezetővé.
Az instrukciókat követően már indult is a felvétel, ahol szinte mindenki kipróbálhatta magát egy kicsit bemondóként. Nagyon megköszönném egyébként, hogy meg tudtuk mutatni azt, hogy mi milyenek is vagyunk igazából, és azért tetszett nekem ez nagyon, mert én is nagyon szeretnék műsorvezető lenni majd egyszer. A csapat néhány tagja eközben a vezérlőben tevékenykedett a súgógép mögött, hiszen nekik a hírolvasóval összhangban a megfelelő ütemben kellett a billentyűzet segítségével a szöveget mozgatniuk. A fiúkat leginkább a műszaki berendezések nyűgözték le, a lányoknak pedig a stúdió tetszett a legjobban. Az egész épület, a berendezések, a stúdió, meg a berendezés, a kamerák, a lámpák, a mikrofonok, meg a tévék. Nekem a stúdió az nagyon tetszik, mert nagyon szép, és nagyon jól érzem magam. És nagyon örülök, hogy el tudtunk jönni az osztályon. A fiatalok jól érezték magukat, és érdeklődve fogadták be a szakmával kapcsolatos információkat. A csaknem egy órás bejárás igen tartalmasan telt, a gyerekek pedig boldogan, élményekkel gazdagon tértek vissza iskolájukba. Negyven éves fennállását ünnepelte a Bojki Tamás általános iskola. Az intézmény 1983-ban nyitotta meg kapuit, azóta pedig nagy változáson ment keresztül. Az iskola összes diákja, volt tanulók, pedagógusok és számos vendég is részese volt a jeles eseménynek. Az egy hétig tartó születésnap méltó megünneplését hatalmas szervezés előzte meg, a pedagógusok teljes mellszélességgel kivették részüket a feladatokból. A Bojki Tamás általános iskola, teljes iskola közössége egy nagyon tartalmas, mozgalmas, és most már mondhatom, hogy sikeres hetet zárt. Elfáradtunk, nem mondom, hogy kipihentük már az előző hét izgalmait és munkáját, de nagyon örülünk, hogy olyan programokat sikerült megvalósítanunk a tanulóink számára, amelyben mindenki megtalálhatta az érdeklődési körének, saját temperamentumának való feladatokat. Sikeresek voltunk, azt mondhatom, mert a gyerekek is erről számoltak be az iskolában. A vendégektől is nagyon-nagyon sok dicséretet és elismerést kaptunk, és örömmel tölt el bennünket, hogy sok embernek tudtunk örömet és jó szórakozási lehetőséget biztosítani, hiszen nem csak a gyerekeknek, hanem a szombati nagyon nagy rendezvényünkkel, a felnőttek számára rendezett bál is nagyon sikeres és színvonalas volt. Tesis munkaközösségünk nagy örömmel értesült róla, hogy mi is szerves része lehetünk az ünnepi jubileumsorozatnak. Ugye iskolánkban hatalmas szerepet tölt be a sportélet. Idestova 10 esztendeje vagyunk köznevelési típusú sportiskola, és ettől a tanévtől már aktív iskolaként is jelen vagyunk a közoktatásban. November 13-án hétfőn rendeztük a jubileumi sportnapunkat. Reggeli órákban az aulában gyülekeztünk, és a legkisebbek egy torna bemutatóval kedveskedtek az iskola tanulóinak Nagy Andrea kolléganő vezetésével. Utána megejtettük a sorsolást, ahol is osztálypárokat alakítottunk, akik a nap folyamán állomásról állomásra egymást segítve, egymást buzdítva küzdötték le a feladatokat, illetve küzdik le a feladatokat. Nagyon fontos szempont volt az állomások kialakításánál, hogy minél egyszerűbb és minél kisebb szerigényű feladatokat találjunk a gyerekeknek, hiszen viszonylag kis területen közel 500 gyermeket kellett mozgatni és élményt nyújtani a számukra. A rendezvénysorozat végén meg kell említenem még mindenképpen, hogy született egy nagyon magas szintű kiadvány az elmúlt 40 év sport eseményeiről, sport eredményeiről. Vancel Katilla kollégám Bojki 40 sportgyűjteménnyel
gyűjtötte csokorba ezeket az eredményeket. Tudni kell róla, hogy ez nem csak szimplán egy adatbázis, egy adatgyűjtemény, hanem rengeteg érdekességet tartalmaz tudtaderovattal, linkekkel, aminek segítségével rengeteg videó részletet lehet megjeleníteni. És tulajdonképpen azt hiszem, hogy teljesen felöleli az elmúlt 40 év sportmúltját, ami az iskolánkban lezajlott. Szívet, lelket melengető kiadvány. Jelzi az is, hogy a Sportiskolák Országos Szövetsége és a Magyar Diák Szövetség ajánlásával az Országos Széchenyi Könyvtár is iktatta a digitális archívumába. Egy ilyen ünnepség sorozatnak a megszervezése nem csak a különböző programoknak a összeállításából, hanem a látvány megteremtéséből is. A kreatív feladatok a ünnepsorozattal kapcsolatban két részre oszthatóak. Az egyik a külsőségek megteremtése, a másik pedig egy kiállítás megnyitó megszervezése. A külsőségek feladatait ott kezdtük, hogy az iskolánk oldalán minden nap egy idézetet megosztottunk az ünneppel kapcsolatban. Ez az idézet gyűjtemény összeállt egy noteszé, ami ajándékcsomagba került. Emellé tettünk a vendégeknek mézes kalácsot és könyvjelzőt, hogy kézzelfogható nyoma is maradjon ennek az ünnepnek. A programsorozat második napján egy kiállítást szerveztünk. Több nap megelőzte a szervezést, a kiállításon volt diákok, nyugdíjas pedagógusok és aktív dolgozók állítottak ki, melyet Bárdos Péter kollégánk fogott össze. Az egész ünnepséghez, a 40-es évfordulóhoz terveztünk egy új logót, egy ünnepi logót, amit a műsor napján mindenki viselt, aki szerepelt a színpadon. Ezzel is megmutatva, hogy egy nagyon különleges alkalmon veszünk részt. Szerdán is folytatódott a jubileumi hetünk, az iskola diákjai szülinapi vetélkedőn vettek részt. A 9 csapatot úgy állítottuk össze, hogy minden évfolyamból egy-egy diák képviselje magát. Minden csapat mellé egy segítő pedagógus is társult. A szülinaphoz illően lufikat, kis színes kalapokat viseltünk, hogy a hangulatot fokozzuk vele. A lufik azt a célt szolgálták, hogyha egy-egy feladatnál rossz válasz sikeredett, azt a lufit kipukkasztottuk. Erre nem sokszor volt mód, hiszen jól és ügyesen teljesítettek a csapatok. 5 feladatot találtunk ki kollégáimmal, amiknek minden egyes feladatot valaki elvállalt és elkészítette a hozzávaló dolgokat. Minden résztvevő jutalma az volt, hogy a segítő kollégáim kis tálcán mini tortákat hoztak be a szereplőknek, a résztvevőknek. Nagyon jó visszhangja volt ennek a hétnek. A Facebook csoportokban mi is köszönetet mondtunk a segítő szülőknek, és nagyon kedves reakciókat kaptunk, hogy nagyon büszkék, hogy ide járnak a gyermekeik, és gratulálnak minden itt dolgozónak. Augusztusban, amikor elkezdtük a szervezését ennek a 40 éves jubileumi hétnek, akkor még nem gondoltuk azt, hogy mennyire nagy munka lesz ez, illetve hogy milyen jól sikerül. Most már mondhatom ezt, miután eltelt ez az egy hét, hogy a belefektetett energia megérte. Én kaptam azt a megtiszteltetést, mint legrégebb óta bolykis nevelő, hogy megszervezhetem ezt a 40 éves jubileumot, de senki sem tud egy műsort megszervezni egyedül. Nyilván kell egy vezérfonal, kell egy cél, ahova el szeretnénk érni,
De azt gondolom, hogy ez egyedül nem megy. És én nagyon szerencsés vagyok, hogy ez alatt a 40 év alatt mindig magam köré tudtam gyűjteni azokat az embereket, akikkel együtt tudok dolgozni, akiknek ugyanaz a céljuk, mint nekem, és azért itt a Bojki Tantestülete ilyen. Mindenki megtalálta azt, amiben ő segíteni tud. Mindenki hozzátette a saját munkáját, és így kerekedett ki ez a gyönyörű hét. Azt gondolom, hogy a gyerekek megtalálták ezen a héten mindenki a saját érdeklődésének megfelelő elfoglaltságot, mert mondhatnám, hogy volt minden, mint a búcsúba. Volt bolhapiac, volt sportnap, volt vetélkedő, volt képzőművészeti kiállítás, és ami az íre feltette a pontot, az a nagyon szép jubileumi műsorunk, és ezt ugye szerénytelenség nélkül mondhatom, mert nem én dicsérem. Nyilván mi másképp éljük meg, de a környezetünk, akik elfogadták a meghívásunkat, mindenki úgy élte meg, hogy nagyon megható volt, és nagyon sokrétű volt a megemlékezés erre a 40 évre. Kollégáink is visszaemlékeztek, illetve hát bemutattuk azt, hogy mik vagyunk mi bojkisok. Én nagyon büszke vagyok mindannyiunkra, és örülök neki, hogy azért a Facebookot is elárasztották a szülők, a gyerekek, a városvezetés hozzászólásai, hogy igenis itt ez a jubileumi megemlékezés, ez olyan volt, mint amilyet ez az iskola megérdemel. Nagy örömmel töltött el az egész iskolát, hogy ilyen szép, neves alkalommal meg tudták rendezni ezt az egész héten át tartó programsorozatot. Nagyon jó programok voltak, nagyon boldogok voltunk, hogy egy ilyen neves alkalomon részt tudtunk venni, és hogy az iskolát tudtuk képviselni, és büszkék vagyunk rá, hogy a Bojki Tamás Általános Iskola tanulói lehetünk. Nagy örömmel és büszkeséggel tölt el engem, hogy egy ilyen intézménynek, egy ilyen iskolának lehetek az igazgatója. Nagyon büszke vagyok arra a csapatra, aki mellettem áll. A gyerekekre, a szülői közösségre, a pedagógusainkra és valamennyi dolgozójára az iskolának, akik nagyon sok idejüket, energiájukat feláldozva, szívvel, lélekkel vettek részt abban, hogy ez a hét, ezek a programok ilyen sikeresek legyenek. Köszönöm mindenkinek a munkáját, és ez kijelöli számunkra a jövőt, hogy főleg számomra, hogy nagyon-nagyon úgy kell dolgozni, hogy ezt a színvonalat meg tudjuk tartani, sőt a továbbiakban még tovább is fejlesztjük, hogy a Bojki Iskola az méltó legyen az eddig elért hírnevéhez. Most pedig nézzük, milyen program vár ránk a következő időszakban. Az Ózdi Városi Könyvtár december 2-án 14 órától egészen 19 óráig játszóházzal, mesesarokkal és kézműves foglalkozással várja a gyerekeket. 15:30-tól a Kócz és Trilla társulata, Hol van már a Mikulás zenés előadását nézhetik meg. Mindenkit szeretettel vár az Ózdi Városi Könyvtár. Ózdváros önkormányzata szeretettel meghívja az érdeklődőket a Városház téren megrendezendő adventi gyertyagyújtás ünnepi eseményeire és az adventi vásári forgatag programjaira, amely vasárnap 14 órától kezdődik. Az Ózdi Városi Óvodák Petőfi úti tagovodájának és a Bojki Tamás Általános Iskola diákjainak műsorát követően a Szarkaláb Néptánc csoport és a Gyöngyvirág Néptánc Egyesület és az Ózdi Városi Vegyeskar fellépése következik. Aztán megérkezik a Mikulás. Színpadra lépnek az Ómi Zenés Színház tagjai, majd 5 órától meggyújtják az első adventi gyertyát. Ünnepi köszöntőt mond Kellóné Mezőtúri Márta, az Oktatási és Sportbizottság elnöke. Köszönöm, hogy velem tartottak. Jövő kedden újra várom Önöket a képernyők elé, magazinunkat televíziónk honlapján vagy YouTube csatornáján visszanézhetik. Én mára megköszönöm figyelmüket, kellemes időtöltést kívánok, viszontlátásra!